azok a mennyasszonyok, akik most látják ezt a műsort és észbe kapnak, hogy úristen, áprilisban, májusban, júniusban esküvő, és fogyni szeretnék, mennyivel előtte kell, hogy eljönnek? Tehát ők el vannak már késve, vagy még abszolút időben vannak? Tehát arra akarok itt kiukadni, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy tényleg látványos eredményt érjünk el. Attól függ, hogy ki mennyit szeretne leadni. Tehát aki mondjuk nagyobb súlytól szeretne megszabadulni, nekik mindenképpen a 4 hónapot javasoljuk, hogy 4 hónappal előtte. Akinek mondjuk kisebb, kevesebb korrekcióra van szüksége, úgymond, ő nekik nem feltétlenül kell a 4 hónap. Igazából már 1 hónap alatt nagyon látványos eredményeket tudunk elérni. Van egy speciális masszázsunk, ami akupresszúrás masszázson alapul. 54 akupresszúrás pontot nyomnak a masszőrök. Ez minden az emésztésre hat, tehát felgyorsítjuk vele az anyagcserét, van egy hatékony zsűrégetés. Nem mondom, hogy kellemes, mert nem az, viszont nagyon hatékony. Ezek az akupresszúrás pontok minden, ugye, mivel az emésztésre hat, a gyomor, a máj, az epe pontokat nyomjuk, és ugye többnyire a túlsúlynál nem tökéletesen működnek a szervek, ezáltal ezek az akupresszúrás pontok, pontnyomások fájnak, nem kellemesek, de mindig, ahogy rendszeresen jönnek a vendégek, és rendszeresen csinálják a masszást, így mindig egyre jobb lesz nekik, és egyre kevésbé fáj. Kiknek nem ajánlott ez a fajta fogyókúrás módszer? Nincs ilyen. Nincs ilyen, akinek nem ajánlott. Van egy doktornőnk, orvosi felügyelet mellett zajlik ez a kúra. Mindig, mikor elkezdik a vendégek a kúrát, előtte van egy orvosi konzultáció. A doktornő ad nekünk utasítást arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljük a vendégeket, kinek milyen problémája lehetséges. Elmennek egy vérvételre, hozzák a vérképet, és az alapján elég sok minden kiderül, és így teljesen személyre szabottan tudjuk végezni a kúrát, tehát nincs olyan, akinek nem ajánljuk. Van infraszaunánk, relaxációs infraszaunánk, aminek az a lényege, hogy kint van a fej, és ezáltal sokkal jobban el tudják viselni a melegség érzetet, de amellett egy nagyon kellemes hatást is elérnek közben, ugyanis masszíroz az ágy, amit a vendég saját maga szabályoz, hogy milyen erősséggel, hogyan masszírozzon, illóolajat is adagol folyamatosan a kezelés alatt. Ezt tudjuk kombinálni testekercseléssel. Van egy olyan testekercselő krémünk, amit 3 különböző erősségű krém, és akkor a kezelések folyamán mindig emeljük az erősséget. Valamilyen sportgépet is említettél itt az elején, arról mit kell tudni? Az, ott már mozogni is kell, tehát nem csak elengedem magam, és hagyom, hogy a más gépek, vagy esetleg a masztőr dolgozzon rajtam, hanem akkor ott már nekem is küzdenem kell a kívánt centik elérésért. Így van, igen, igen. Van egy Power Plate nevezetű gépünk, ami tulajdonképpen egy vibrációs tréner. Sokféle vibrációs tréner van a piacon. Ennek az az egyedisége, hogy ez az egyetlen, ami orvosi minősítéssel rendelkezik. Tehát nagyon sok betegséggel küzdő ember is jöhet rehabilitációs céllal. Oké, gyere, álljunk fel! Ugye nem csináljuk végig a fél órás program. Igen, fekvőtámasz, csak hogy mindenet megdolgoztass. Gyere, szállj le! Fekvőtámasz? Igen, de csak egy könnyítettet. Látszólag olyan lazának tűnik, hogy állnak rajta az emberek, és különböző gyakorlatokat végeznek, de egy-egy gyakorlatot 30, 45 vagy akár 60 másodpercig végeznek. A 60 másodpercet már csak a nagyon profik bírják. 30 másodpercig csinálnak egy-egy gyakorlatot. Általában a vendégek, ahogy így kívülről nézik, azt mondják, hogy ez nagyon jó, majd kipróbáljuk, és kb. 10 perc után olyan izzadságot tudnak elérni, amit egy másfél órás edzéssel, tehát borzasztóan hatékony. Mindösszesen 30 percet vesz igénybe
nyújtással, masszázssal a végén összességében, de nagyon-nagyon hatékony. A tallér segíti azt, hogy egy-egy étkezést ki lehet vele hagyni, nagyon kevés a kalóriatartalma, nagyon magas a rost tartalma, és ezáltal tudunk vele étkezéseket helyettesíteni. A nápolyink az ízletesre csalós, ugyanis ezzel inkább zsírt tudunk égetni, aminek nagyon jó az íze, de túlzásban nem lehet fogyasztani, mert vannak kellemetlen mellékhatásai, úgymond ennek a zsírégetésnek. Gondolom az anyagcserével van összefüggés. Így van, pontosan.